a kilátogatókat a délelőtt folyamán lakodalmas zenét játszó együttesek szórakoztatták. Vajdaság mellett Felvidékről, Erdélyből és Magyarországról is érkeztek csapatok, hogy összemérjék sült hurka és kolbász receptjeiket. Pelikán László csapatával a szlovákiai negyedből érkezett, már 8. éve vesznek részt a fesztiválon. Ahogy nézem az ézeket, a kolbásznál, a hurkánál, ugyanazok az ízek folynak nagyjából, mint nálunk. Úgyhogy a lényeg az, hogy csak az alapanyagok, amik kellnek bele, a borsó, paprika, stb. A hurkába ugyanúgy, úgy készítsük, mint itt maguknál Vajdaság. Idén 12. alkalommal szervezték meg a Nemzetközi Hurka és Kolbász Fesztivált, amelyen 135 csapat készített sült kolbászt és hurkát. 12 évvel ezelőtt álmodtunk egy nagyot, és ez a nagy álom, ez a mai napra már most valóságá vált. Úgyhogy úgy értékelném ezt az egészet, hogy a fesztiválunk minden évben nagyobb-nagyobb látogatásnak örvend, úgy csapat szempontjából, mint Adorjára látogatóban. Tóbiás József, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági képviselőjelöltje szerint egy példaértékű rendezvény ez, hiszen nem csak Vajdaságot, de az egész Kárpát-medencét megmozgatja. Másodszor vagyok egy jelentős rendezvényen, Adorjánon az egyik a falunap volt, a másik pedig ez a hagyományos rendezvény, amely ugye már 12. alkalommal van megrendezve, és óriási jelentősége van, egy óriási közösség összetartó ereje van itt a szélesebb környéken. Dr. Pásztor Bálint, a VMS megbízott elnöke elmondta, ezekre az eseményekre szükség van, hiszen a magyar hagyományokat ápolják. Ez egy igazi közösségépítő esemény, amelyen 10 000 ember is megfordul a nap folyamán. Ilyen rendezvényekre szükség van mindenképpen, hiszen a hagyományokat, a magyar hagyományokat ünnepeljük, és arról szól, hogy az emberek összejönnek egész Vajdaságból, sőt Magyarországról is. Meg még az se zárható ki, hogy a Kárpát-medence más szegleteiből, és jól érzik magukat, barátkoznak. Adorján megmutatta, hogy a hagyományainkat hogy lehet a turizmus és a település marketing szolgálatába állítani. Hangsúlyozta az eseményen Juhász Bálint, a VMS tartományi lista vezetője. Fantasztikus rendezvény, ez egyik legnagyobb ilyen gasztro, mezőgazdasági, falu, turisztikai rendezvény, amit Vajdaságban szerveznek, főleg egy ilyen kis településen. A tartományi kormány munkájának köszönhetően az elmúlt 4 évben mintegy 1000 ilyen és hasonló rendezvényt támogattunk Vajdaság szerte, mintegy 100 millió dinárral. A gasztronómiai fesztivál egész nap várta az érdeklődőket. Koncertekkel is készültek a szervezők. A magyarországi Apostol zenekar és Bunyós Pityu mellett az Edda Művek együttesei zenélt.